Azonos mérleggel, 3 győzelemmel és 1 vereséggel vágott neki a megyei rangadónak a 2 csapat. A hazaiak kezdtek jobban, aztán a Kisvár átvette az irányítást, és a vendégek 11 gólos előnyt szereztek a nagy szünetig. A második félidőben már kiegyenlített volt a játék, azonban a kisvári győzelem egy percig sem forgott veszélyben. Talán a bajnokságon most játszottunk a legjobban, én gondolom. Amúgy egy nagyon jó felkészített Kölcsey ellen sikerült. Most tényleg minden ült nekünk egyfelől, illetve a másik fél időben azért már voltak hiányosságok, mert a magabiztos 11 gólos vezetés tudatában a lányok egy kicsit fejben már lelazultak. Ez inkább a védekezésünkben látszott meg, illetve végül már a támadó játékban is. De ma ihletetten játszottak a lányok, hála jó Istennek, és simán sikerült behúzni ezt a mérkőzést. A Kölcsey-díjas edzője csak csapat a második fél idei teljesítményével volt elégedett. Azt tudtam, hogy a Kisvárda jó csapat. Azt is tudtam, hogy mi is jó csapat vagyunk, viszont az első fél időben sajnos ennek jelét sem tudtuk mutatni. Nagyon jó kezdtünk, és érdekes módon 3-1-es vezetés után összezuhant a csapatom valaminél fogva. Én szerintem túl izgulták a lányok a meccset, úgyhogy viszont annak örülök, hogy később sikerült bizonyítani, hogy jó csapat vagyunk. Második fél időt mi nyertük 2 góllal. 5 fordulót követően a 10 pontos Fizesabony áll az MB2 északkeleti csoportjának élén, megelőzve a 8 pontos Kisvárdát. A 6 pontos Kölcsey-díjese az 5. helyen várja a folytatást.